Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Április a skorpióknak. Április eleje az eredeti Rider tarot. Jelentős az április, jelentős az egész tavasz, asztrológiai szempontból. Április eleje. Mit üzen az univerzum? Rögtön jön a király, a skorpiók korpió király. Tehát királyok és királynők lesztek. A királyok nem csak férfit mutatnak, de hölgyeket is. Lehet ez a király még rák, vagy halak, tehát ilyen jelentős személy lehet az életünkben. De de ez a kehek királya maga a skorpió királyi élet? Igen, és itt a pár. A királynő, a kejhek királynője. Valaki megtalálja élete párját? Igen. Tehát itt érzelem tombol. Érzelem, érzelmek. Ez a király lehet a nagyon művés lélek. Lehet, hogy művész, lehet zenész, lehet, lehet egy színész, ilyen is lehet. Ez a királynő nagyon anyáskodó, nagyon megértő, gondoskodó. Lehet ő az édesanyánk, lehet um, egy családtag, lehet egy barátnő. De egyébként mind a kettő kártya mutat um, um, elégedett életet, boldogságot. Hm. Milyen erős, erős kirakás. A boldogság, ajándék, erős kezdés, erős kezdés. És megint kellhet és itt a kilences, na tényleg, valaki elégedett lesz az életével. Kilenc darab kehely megtelik boldogsággal, örömmel, sikerrel, igen. Hát bejött az élet, egyszerűen ezt lehet mondani. Hát a Plutó csillagegyet vált a mai napon. A Plutó a ti bolygótok, 2023 03 van ma, belép a vizöntőbe, de a Plutó a ti bolygótok. Boldogság. Siker. Április közepe 78 ajtó, mit mond nekünk. Nagyon szeretem ezt a kártyapaklit is. Na, menjünk tovább. Valami kopog az ajtón, igen, és ez pénz, pénzt kopogtat lehetőség, anyagi lehetőség, lehet ez egy új munka, lehet, meg kell ragadni. Valami pénzzel kapcsolatos, anyagiakkal kapcsolatos, de akár egészséggel kapcsolatos is lehet. Ehhez a kártyához hozzá tartoznak a gyermekek. Valami a gyermekekkel kapcsolatos lehet. A gyermeknek valamit kifizetünk, valamit veszünk, mert ugye érmék is. Vagy valaki belevág a vállalkozásába, tehát belefektet pénzt, az biztos, hogy gondoskodni kell lesz még, oda kell lesz figyelni. Hát, mint a gyermek után, ugye? Ápolni kell lesz. De ki fogja nőni magát? Tehát ebből a gyermeki cipőből ki fogja nőni magát ez a vállalkozás. A tanulás is ide tartozik, a tanulók. Lehet valaki elkezd tanulni, és úgy gyermeknek fogja érezni magát, mert beül az iskolapadba. Tehát pénzt bele kell fektetni a tanulásba. Megyünk tovább. Itt egy királynő, ez maga az ész. A gondolataink. Az ész, a gondolatok. Az információ ide tartozik, egy ilyen királynő segíthet, vagy fontos szerepet játszhat. Ő lehet egy tanárnő, persze, a, gyermek, a gyermeknek a tanárnője, az unokánknak a tanárnője lehet. Lehet ő egy orvos, ügyvéd, tehát megint csak itt az ész. Vizöntő, mérleg, vagy y-k lehet ez a személy. Néha szokták mondani, hogy ez a királynő, ez maga az a, az a gonosz anyós, aki meg tudja keseríteni az életünket. Nos, menjünk tovább. Hetes. Hetes. Az illúzió ide tartozik, jó? Tehát az illúzióból fel kell ébredni valakinek, igen. A másik, amit szeretnék mondani, ide tartozik a választás. Mielőtt választunk, Tegyünk rendet a fejünkben, a szívünkben, mi az, amit én akarok. Nem, amit elvárnak tőlem, a, a tanárok, a családtagok, nem. Én mit szeretnék. Mi az én kívánságom? Jó, és azt kell választani, és arra kell koncentrálni. Lehet, hogy. Több helyre mehetünk dolgozni, vagy tanulni, akár hét darab helyre, pontosan tudjuk, mi az, ami nekünk jó. Még, még visszatérünk ide is, menjünk tovább. Április vége. Mit üzen nekünk az univerzum? Április vége. Valamilyen kellemes hír, megint kejhek. Valamilyen kellemes hír, kellemes meglepetés, kellemes utazás lehet itt. És megint csak ez a, ez a kártya az a bizonyos szőke herceg a fehér lobon. Tehát úton van a szerelem, igen. Igen, lehet itt egy új párkapcsolat. De valami kellemes, valami nagyon kellemes. A, a szerelem és a szenvedély. Uh -huh, és ebből lehet a gyermekáldás. Lehet. Ez maga az ász, az akarat. A kezdés viszont arra figyelni kell, hogy április végén a Merkur retrográd lesz. Szerződést kötni, kimondottan, akkor, amikor retrográd a Merkur, akkor nem ajánlatos. Lehet utána nézni, lehet uh, válogatni addig, amíg a retrográd, de... Kimondottan az aláírásunkat ráteni a papíra, akkor ne, vagy valami értékesebbet venni ne. Vagy az előtt, vagy az után. Ez fontos, fontos dolog. Viszont ez a varázspálca. Varázspálca a kezünkben. A kezünkben van az életünk. Adódik egy lehetőség. Most, hogy élünk -e ezzel a lehetőséggel, vagy nem, az már magánügy. Szenvedélyes, szenvedélyes kapcsolat lehet itt. Ugrálnak a kártyák. Szenvedélyesek a kártyák is. Nagy árkánum, maga a hold. Maga a hold. A Gyermekáldás megint csak ide tartozik. Tehát itt kaptunk egy megerősítést a gyermekáldásra, igen. De ez a kártya maga az anyasság kártyája is. A lakás ide tartozik, az otthon, az otthonunk. Ezen kívül a félelmek. Vagy valami olyasmi, mm, amit még nem tudunk. Titok is lehet a háttérben. Titok, amire oda kell figyelni. Jó, még ide visszatérünk. Plusz információt kérünk szépen. Plusz információ. A boszorkányok mit mondanak nekünk. Na most az eleje olyan csodálatos, olyan varázslatos, mint a mesében. Szinte hihetetlen ezt lehet mondani. Mit kapunk itt még? Nagyon jó kártyát kaptunk, például ez maga a pénz. Ez maga a munka, amikor megbecsülnek minket, amikor értékelnek minket. Tovább tanulás is lehet. Pénz a munkáért megkapjuk a pénzünket. Megyünk tovább, plusz információt kérünk szépen, ez a hetes. Na, erre kíváncsi vagyok. Mi lehet itt a háttérben? A hetes, az illúzió? A rózsaszín szemüveg? Igen, kaptunk egy megerősítést. Kardok, kettes, lehet a kártyán is látni, hogy be van a szeme kötve, mondjuk úgy, kötve. Tehát van valami a szemén, és emiatt nem lát át átvilágosan a szituáció nem tud valamiről, vagy nem tudja meghozni a döntést, vagy fél, fél meghozni azt a bizonyos döntést, mert, mert itt vannak a, tehát a kardok maga a maga az ész. A nagyárkánum, ahol a félelem megint csak a titok van a háttérben, uh -huh. a gondolataink itt vannak. Lehet, hogy semmi rossz nincs a háttérben. Csak ez az egész félelem tényleg csak a fejünkben van. Mit kell tenni? Le kell venni azt a kötést, és világosan látni a szituációt, a helyzetet. A másik, amit még szeretnék mondani, ez a holdkártya a sötétséghez van kötve. Picit várni kell, ha valami nem világos. Picit várni kell. Meg kell várni a napot. Amikor kisüt a nap, világos lesz, és akkor látjuk a helyzetet. A sötétben még valamilyen susogástól is félhetünk, ami egyáltalán nem félelmetes. És amikor kisüt a nap, akkor körbenézzünk, és csodálkozunk egyet, hogy mitől féltem? Hát semmi félnivaló nincs. Nos, ilyen, ilyen dolgok lehetnek itt plusz információt még kérünk szépen. Uh -huh. Plusz információ. A hold, ott a hold, Na nézzünk csak. Plusz információt a hold. Aha, torony, nagy árkánom. Ez egy fontos Fontos jel valakinek. A háttérben van egy titok, tényleg valamit eltitkolhatnak tőlünk. És amikor ez kiderül, összedől egy világ. Kész. Valakiben vagy valamiben csalódhatunk. Uh -huh. Ez egy fontos, fontos döntés, mert ugye itt a. Kettes döntéshozatal, a kettesek választás, és ilyenkor választani kell, hogy akkor most mi legyen tovább, ha valakiben csalódtunk, akár ebben a lovagban. Főleg, hogyha ez üzleti partner például, akkor az mm, nem stabil. Ez a lovag nagyon szeret sokat ígérni, de nem tartja a szavát például, ha ez üzleti partner. Jó? A háttérben van valami, amit nem tudunk, ez kitudódik. És egyébként ez a kártya a megszabadulás kártyája. Tehát valamitől vagy valakitől megszabadulunk. Ha mi nem hozzuk meg ezt a lépést, ezt a döntést, akkor majd az univerzum elintézi ezt helyettünk. Valami történik, és összedől minden tehát megszabadít. Nem mondom, hogy ez kellemes, tehát ez a kártya, ez nem kellemes. Ez, ez járhat persze fájdalommal. A skorpió, ugye ez víz, energia, érzelmek, érzések, valaki nagyon-nagyon a szívére veheti ezt a, ezt a csalódást, ilyen is lehet. Amire még, még figyelni kell, ez maga a mars kártyája. Ide tartozik a, a tűz, ide tartozik a, a csonttörés is, jó? Tehát ez egy picit veszélyes kártya. Oda kell figyelni, ez egy külön figyelmeztetés. Amit még szeretnék mondani, hogy valakinek érdemes, érdemes kimászni a komfort zónájából. Lehet, hogy valakinek komfortos ebben az illúzióban maradni. Mert ez már megszokott, mert ez már stabil, mert már megszoktuk egymást, vagy azt a helyet. Uh -huh. És érdemes kibújni, széttörni ezeket a korlátokat. Lehet, hogy érdemes? Igen. Na, még egyet húzok erre a torony kártyára. A Mars is ugye csillagjegyet vált, most március végén, 26-án. Ez a Mars kártya. A skorpióknak ez 1-es, 2-es, 3 ház. 5-ös ház, az viszont a, a szórakozás háza, a gyermekáldás háza, a szerelem háza, Például valaki csalódhat a szerelemben, vagy megtudja, hogy várandós, itt a terhesség, és ez valakinek, vagy a családtagoknak egy csapás lesz. Uh -huh. Váratlan terhesség, nem kívánt terhesség, tehát ilyen is megtörténhet. Na de menjünk tovább, azért még egyet húzok. Hatos. Pénz. Pénz. Uh -huh. Itt lehet valami pénzzel kapcsolatos. Pénzzel kapcsolatos. Ez a kártya azt üzeni, hogy kaphatunk is pénzt, de adhatunk is pénzt. Na most, ha adunk pénzt, akkor valószínűleg nem kapjuk vissza. És emiatt lesz ez a csalódás. Jó? Nehogy kicsalják a pénzünket, hogy gyere, olyan klassz üzlet ez, fektes bele bizonyos összeget, Uh -huh. Amikor retrográd a merkúr nem ajánlatos. Plusz információt még kérek szépen. Van egy ilyen csodálatos orákulum. Ilyen szépek ezek a kártyák. Ilyen színesek, gyönyörű rajzokkal. Gyönyörűségesek. Na, mit mond ez az orákulum? Mit tanácsol? Mire figyelmeztet? Mit, mit javasol? Család. A család. Farkas szellem. A család. Bármi van itt, bárhogyan is alakulnak a dolgok, vagy jöhet egy probléma, a család az első a család. Ha jön az a gyermek, akkor jöjjön, jöjjön, jöjjön erre a világra. A család az nagyon fontos. A család a támaszunk most. Ezt üzeni ez a kártya. Mennyi megerősítést kaptunk? Itt is itt van a királynő, a király, az érzelem, a vízenergia. A, a megértés, a törődés, a gondoskodás, az anyasság, itt van a gyermek. Itt lehet terhesség, gyermekáldás, jó? Tehát mikor lesz, mikor, mikor születik meg a család? Hát ahhoz kell a gyermek. Hogy azt mondjuk, hogy na ez tényleg most egy teljes család, ugye? Tehát a, a család, a gyermekáldás, jöjjön az a gyermek. Jó? Ha netán valaki nagyon rosszul fogja viselni a terhességet, ez külön tanács valakinek, hogy mint egy villámcsapás hoppá, kitudódik, hogy van egy magzat, Uhum. Jó, de hát ez már egyéni dolog, én azt mondom, meg kell tartani. Jó, a család az első. Ez maga az a farkas szellem, a skorpió össze fogja tartani ezt a családot. Ő a falka vezér, a skorpió most. Nem hiába a plútó, a skorpiónak a bolygója csillagjegyet vált. Nagyon szépen. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!